Bogyiszlói zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán. Az eseményen Appelszófer Ágnes polgármester mondott ünnepi beszédet. Ma az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Azokra az ismert és névtelen hősökre, akik legdrágább kincsüket, az életüket is készek voltak feláldozni a magyar szabadságért. Megemlékezünk és ünnepelünk, miközben belépünk a történelembe, és annak máig tartó tanulságait is összegezzük. Ha visszaforgatnánk az időkerekét, az 1800-as évek elején egy elavult, kiszolgáltatott, feudális állapotok uralta országban találnák magunkat. Vasalbert szavai jutnak eszembe. Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. A reformkor nagyjai azonban itt maradtak, fontosnak érezték a hon ügyét, a változás irányát, és sarokpontjait gróf Széchenyi István jelölte ki 1830-ban. Felnyitotta a nemesség szemét, és ráébresztette a nemzetet, hogy a polgári átalakulás elkerülhetetlen fennmaradásunk érdekében. A reformkornak köszönhetjük himnuszunk, nemzeti imádságunk születését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, és azt, hogy országunk hivatalos nyelve a latin helyett a magyar lett. Elindult a gazdasági fejlődés, és megteremtődött a nemzet egysége. És amikor a kezdeti sikerek megtorpanni látszottak, ők akkor sem riadtak vissza, hisz szívükben ott volt a szabadság iránti kitörölhetetlen vágy, a fejlődés és a modernizáció igénye, a nemzeti tudat érzése. A polgármester úgy fogalmazott, hogy a szabadságot nem osztogatták, nem adták ingyen. Azt az alkotni képes, a közös célokért tenni akaró egyének összefogása teremtette meg. A forradalmárok jól tudták, erejük megsokszorozódik, nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Bebizonyították, hogy bár egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Így vált 1848 óta a nemzet összetartozásának tudata a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. A forradalom és szabadságharc a hatalmas túlerőnek köszönhetően ugyan elbukott, a küzdelem azonban nem volt ki hiába való. A magyarság megmutatta a világnak, képes az összefogásra, képes arra, hogy egyszerre két nagyhatalommal is küzdve letegye önállóságának alapjait. Hazánk visszafordíthatatlanul a polgári fejlődés útjára lépett. Nem feledhetjük gróf Széchenyi Istvánt, aki egy teljes évi jövedelmét ajánlotta fel Magyarországért. Kossuth Lajost, aki alkut nem ismerve tartotta össze és lelkesítette magyarok millióit. Hálával tartozunk azoknak az ismert és névtelen hősöknek, akik önzetlenségükről tettek tanúbizonságot, amikor életüket áldozták fel a magyar szabadság és fejlődés szent ügyéért. Nemzeti ünnepünk alkalmából nem csak kívül, de legbelül a lélek is ünneplőbe öltözik. Kitűzzük a kokárdát, emlékezve a bátrakra, a megemlékezésen kívül azonban számot is kell vetnünk magunkkal. Méltó örökösei vagyunk-e 48-nak? Vajon mi sem engedünk a 48-ból? Mit tettünk azért, hogy a ránk bízott örökséget megőrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, gyarapítsuk? A mai nap kapcsán számos kérdés merül fel bennem. Hányan érzik magukénak az ünnepet és emlékeznek? Beszélünk-e otthon meghatározó nemzete ünnepeinkről? Tisztában vannak-e gyermekeink azzal, hogy mit jelent a kokárda? Mi történt 1848-49-ben? Ismerik-e a Kossuth nótát? Tudják-e, ki volt lánglelkű Petőfi? Hogyan született a nemzeti dal? Mit köszönhetünk a márciusi ifjaknak? Nem véletlenül adta útmutatású Széchenyi, tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Úgy vélem, ha ifjúságunk nincs tisztában a múltukkal, nem tanulja meg történelmünket, akkor a nekünk
A legnehezebb időszakban sem lesznek márciusi ifjaink, előbb-utóbb már nem lesz kinek tartani az ünnepeket, nem lesznek megemlékezéseink, múltunk a feledésbe merül, és így a nehéz időkben nem lesz hová visszatekintenünk, nem lesz miből erőt merítenünk. A tanítást azonban nem lehet egyedül az iskolára hárítani. A nevelést otthon kell kezdeni, beszéljünk hát gyermekeinkkel, ünnepeinkről, hőseinkről, történelmünk meghatározó alakjairól, fontos, hogy érezzék a megemlékezés lényegét, tanuljanak elődeinktől. Az 1848-as fiatalok is tudtak szerelmesek lenni, tudtak mulatni, tudtak szórakozni, de tisztában voltak kötelességeikkel is. Ezért képesek voltak mindent háttérbe szorítva a hazájukat megvédeni, s ha kellett, még az életüket is áldozni érte. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 48-asok által megkezdett út és megálmodott állam a magyar szabadságról és a magyar hazáról nem ért véget. Nekünk az a szerencsés időszak adatott, hogy szabadon élhetünk ma. A szabadságért nem kell olyan áldozatot vállalni, amilyet a 48-49-es hőseinknek kellett. Nekünk nem kell felforgatni a világot, és szívből remélem, nem kell a harcmezőre vonulni. Azonban felelősséggel tartozunk magyarságunk, s az azt megtartó keresztény értékek megmaradásáért. Hittel, akarattal, kitartással, kart kartba ölve, síkra kell szállni elveinkért, meg kell őriznünk szabadságunkat. A város vezetője ünnepi beszédében kiemelte, hogy a márciusi ifjakkal kezdve 7 nemzedék adta vérét és életét a nemzet szabadságáért azért, hogy nekünk már ne kelljen. Nekik tartozunk azzal, hogy a béke oldalán állunk, felelős döntéseket hozunk, és mindig a szabadságot, a nemzet iránti hűséget választjuk. Az esemény lezárásaként a város vezetői és a társadalmi szervek és intézmények képviselői megkoszorúzták a Szent István Parkban álló 48-as emlékművet. A nap további részében a Mözsi Emlékparkban szintén műsorral és koszorúzással tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.